Ebben a videóban nézzük meg, hogy mik a legnépszerűbb, legsikeresebb befektetési városok Ausztriában, hiszen Ausztria gyönyörű az egész Ausztria, de nem mindenütt érdemes befektetni, nem mindenütt érdemes lakást venni, vagy ingatlant venni, vagy házat venni. Elmondom ebben a videóban. Úgyhogy üdvözlöm, üdvözöllek, Parajd Istánk az ausztriai magyar ingatlanos. Hát először is nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt, ezt adott igényre pontosan kideríteni, hogy mi a legjobb, ezért van egy Zumos konzultáció, a videó alatt érdemes jelentkezni, egy egyszerű költsége van, ha az ember kártyával kifizeti, akkor utána már csak időpontot kell egyeztetni, és zoomon minden kérdésre tudok válaszolni, illetve van a videó alatt egy tananyag is, amely abban segít, hogy az ember előzetesen már fölkészültebb legyen, ne újra és újra és újra és újra és újra el kell mondanom minden információt, hanem összefoglalva, még ha nem is kérdezte valaki, de összefoglalva minden információt meg tud, teljesen profin föl tud készülni ingatlan vásárlásban van egy ilyen tananyag, ezt is érdemes megvenni hozzá. Szóval, turizmus. A turizmus gyakori kérdés, hogy egyetem Muraú, ugye? Murót ismerjük, tudják sok, hogy Muróba éltem több mint tíz évig. Hát mennyire jó mondjuk Muraú, vagy Klagenfurt, vagy valahol egy, egy síparadicsom mellett, vagy nem tudom én, az Ossziacher tónál, vagy bárhol. Most a turizmus az jelentősen változott a 15 év alatt, amióta Ausztriában élünk. Amikor kijöttünk Ausztriába, mi is alapvetően házakat vettünk, panziót, tehát mi is több ingatlanba fektettünk, de azt, azt, arra jöttem rá, hogy ez sok embernek az álma, de nem az élete. Tehát a turizmus az egy életforma, az nem egy befektetés. Úgyhogy élveztük, jó volt, sok pénzt kerestünk vele, de igazából ma már grázban élünk, és úgymond kinőttünk ebből a turizmus örületből. Érdemes átgondolni, hogy konzultáción elmondom, hogyha részletek vannak, hogy milyen nehézségekkel kell számolni, milyen előnye is vannak persze a turizmusnak, de hogy nem passzív, de hogy nem passzív jövedelem, és nem biztos, hogy jó befektetés, tehát úgy értem megvettem, hozama van, és a végén eladom, ugye az is fontos benne, az a legtöbbször igaz, a turizmus csökken a, a hosszabb bérbeadásnak, csökken a bevétel, a költségek drasztikusan nőnek, úgyhogy, úgyhogy eléggé sok probléma merült, az elmúlt 15 évben sokat változott. Aztán fontos, hogy melyik vidéken keresünk, ugye? Tehát, hogy vidék vagy nagyváros. A vidék gyönyörű. Most is beszéltem, hogy ügyfélel kölflak mellett nézett egy, egy házat, gyönyörű a hely, több mint 50 kilométerre van Gráctól, tehát elmélete Grác közelébe van, de használhatatlan Grác szempontjából. Ott munkahelyek nem nagyon vannak, a bérbeadás, hát működhet, működhet, nem működhet, szóval a vidéket el kell felejteni. És mindjárt mutatok rá egy pár dolgot. A nagyvárosok azok, amelyek igazából fejlődnek. Ugye, hogyha ingatlant adunk bérbe, akkor mondjuk, vagy vagy bérbeadással, uh, céljával vesszük, vagy később el akarjuk adni, akkor olyan helyen érdemes befektetni ingatlanba, még ha mi magunk is ott fogunk élni, ami utána könnyebben eladható. És egy olyan területen, ahol csökken a lakosság, mondjuk a Fillak és csomó helyen, Muraóba drasztikusan csökken a lakosság, ezáltal az igény a lakó térre, a lakó környezetre, a lakásokra, az ingatlanokra csökken, ezért nyilván egy idő után csomó lesz a kínálatban, nehéz lesz eladni. Tehát a növekvő lakosságú, növekvő, tartósan növekvő igényű helyeken érdemes ingatlant venni. Ez három egyébként, három ilyen terület van. Bécsi-s vonzás körzete, Grács vonzás körzete és Linz, mint iparváros. Ez a három terület mindenütt máshol kimutathatóan csökken a lakosság. Az ingatlanok száma ugye nem csökken, ugye keveset építenek, de gyakorlatilag ezáltal később az eladhatóság, a bérbeadhatóság sokkal nehezebb lesz, az árak inkább lefelé mehetnek. Ami fontos, hogy egy jó helyet választak, ugye ezzel három város javaslom én alapvetően, hogy legyen ipar, ne csak egy, tehát ne úgy, mint Győr, hogy van egy autóipar, ha az kivonul, akkor puk, akkor el, elsült úgymond, hanem legyen többféle ipar, többféle iparágban, iparákban lévő ipar, legyen egyetem, egyetemváros, például Grász 15 ezer egyetem van egy fantasztikus egyetemváros, 15 ezerből egy az én fiam, az egyik, akkor legyen kórház, nagy kórház, ami nagy munkaadó, szóval azok, azok, amik oda vonzzák a fiatalokat, tehát mondjuk Stájországból is egész Gráczba vonzzák le a, a, minket is egyébként. Grác vonzott be, oda jönnek az idősek, fiatalok, mindenki vidékről. Itt folyamatos lesz a kereslet, nagyobb a kereslet mindig, mint a kínálat. hogy ezeket érdemes figyelembe venni. És ami fontos, mondom, hogy hosszú távú kereslet legyen. Tehát nem érdemes. Az egyik legkiugróbb ilyen, ilyen elriasztó volt, hogy Eiseners-be vett például egy ügyfelem, az egy régi bányászváros volt. El van gyönyörű környezet, a hegyek között van, fantasztikus, nagyon olcsó ingatlan vett, csak nem tud vele mit kezdeni. És amikor már felültotta, meg ráköltötte a pénz, akkor jött, hogy most, mit tegyem vele. Hát, mondom, keressen egy másik bolondot, aki majd hajlandó lesz azt hinni, hogy ér valamit az ingatlan. Szóval nagyon érdemes előre gondoskodni, gondolkodni, mert a legtöbb ember a teljes megtakarítását beleteszi egy fekete nagy lyukba, az nem jó. Ebben fog tudni segíteni, ezt elkerüljük. Én nekem a feladatom fura módon az, hogy az embereket a saját rossz döntéseiktől megvédjem. És nyilván az információk birtokában a, a, fekete hatjuktól, magyarul a rejtett hibáktól. Úgyhogy Javaslok egy zumos konzultációt, érdemes lenne mi hamarabb beszélnünk, ezt a videó alatt lehet megvenni, az elképzelést átbeszéljük, és a közös keresést el tudjuk kezdeni, addig, amíg például ennyire erős és jó a forint, mármint úgy értem a, az euró árfolyama. Sok sikert, találkozunk egy konzultáció.